ősi japán, 1572. Úgy látom, megúsztuk. Azok a medvék kiköpött alfa banda, főleg az öreg nőc. Ki nem állhatom, ha öreg nőcinek neveznek? Ezzel most ne foglalkozz, Ursula! Mert ki nem állhatjuk, hogy felfalnak a medvék? Hová megy, Zoe? Várj meg, Zoe! Nem esett bajod? Hová indultál? Mi ez a nagy sietség? Tudjátok, lehet, hogy az apukám épp most vezeti csatába a sógun seregét. Mi az ördögről beszélsz? A sógun és az apám nagyon hasonlítanak egymásra, és Hanzo azt mondta, hogy egy sógunféle ember vitte csatába a sereget. Lehet, de a szüleinket fogva tartják a térkalózok. Zoe apukája talán megszökött. Tudom, hogy ő az Max. Ha megszökött, akkor a szüleink is vele tarthattak, nem igaz? Talán. Már is megnézem az IPS-t. Sajnos nem érkezik jel, aminek segítségével megtalálhatnánk őket. Ez nem jelenti azt, hogy az az alak nem Zoe apja. Nézzük meg a csatát. Úgy van, a sógun és Hanzo is oda tartottak, és náluk van a kozmoszkő. Indulás! King is what you wanna be, yeah. Make your move, come on and make your move. Dinosaur king is your destiny, yeah. Make your move, come on and make your move. Control the cards right in your hands. Jurassic giants at your command. D-D-D-D-team. Watch out, here we go. Prehistoric dinosaurs aren't extinct anymore. See them fight, hear a roar. Watch out, cause they're right next door. The past is in the present. Time to twist it upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur king is what you wanna be, yeah. Make your move, come on and make your move. Dinosaur king is your destiny, yeah. Make your move, come on, make your move. A dinoszauruszok királya. A sógun hasonmás. Te, aki a kozmoszkövet elloptad, rajta bújj elő! Jó, a lény elment. Most már biztonságban vagyunk. Mi a probléma? Biztonságosabb fának álcázva. Legyen erős, sógun! Szörnyek és nincsák vadásznak rám! Nem maradhatnék inkább fa! A katonáknak szükségük van magára! Adjál már, egy fa nem fickándozik így! Elég! Elegem van, többé nem akarok fa lenni! Rendben! Akkor egyedül leszek fa! Tokugawa, kérem! Nem bujkálhat örökké a problémák elől! És ne vegyes értésnek, de ezt még gyakorolnia kell! Vitatkoznék, de a fák nem beszélnek! Most már indulnunk kell, sógun! Előtte kérj bocsánatot! Tudod, mennyire érzékeny vagyok a környezetemre? Pánik lesz urrá rajtam! Bocsásson meg az érzéketlenségemért, aztán menjünk végre, hogy odaérjünk a harcmezőre és segítsünk a katonáinknak! Rendben! Egy feltétellel! A hátamra vegyem? Hanzo, emlékszel az ifjú hölgyre, akivel korábban voltam? Úgy véli, hogy az a hasonmás, akit a helyemre tettél, az édesapja lehet. Arra gondoltam, vissza kellene menni a lányért, hogy jöjjön velünk a barátaival. A harcmező nem gyerekeknek való. Tudom, de ha az a fickó tényleg az apja... Pontosabb dolgok miatt kell aggódnunk. Seregünk találkozott Takeda erőivel Mikata Gaharán. Most valódi vezérükké kell válnia, vagy elvesznek. Tudom, tudom, Hanzo, de tudod, én egy kicsit... Most miért álltunk meg? Csendet! Mi ez? Nézzétek! Ez a sógun! Hanzóval éppen titeket kerestünk, nem igaz, Hanzo? Mi a csatát szeretnénk látni, amiről beszélt, ahol Hanzo szerint a hasonmása van. Mi ez a történet a hasonmásról, Hanzo? Ki ő? Hol találtál rá? Lehet, hogy ő a lányapja? Nem tudok túl sokat a férfiról, kivéve, hogy külsőre olyan, mint ön, uram. Egy rettentő hosszú láncsaszerű tárgy van nála, amivel az állatoknak segít. Az az apám fecskendője, ő lesz az, hol találta meg, hogy érzi magát, anya is vele van. És a mi szüleink, ők is ott voltak? Mondjon el mindent! A hasonmás egyedül volt, amikor rátaláltam, senki sem volt vele. Ezek szerint egyedül az apukád menekült el. Az is lehet, hogy anya a szüleitekkel bujkál valahol, és apa segítség után indul. Tényleg lehetséges. Ez lehet a nagy áttörés, amire régóta várunk. Igen. Sógun, kérem, vigyen a csata mezőre. A gyerekek segítettek megtalálni a drága követ, és számtalan csatában megóvtak Takeda ninjáitól. Velünk tartanak, nem nyitok vitát. Értettem. Gyorsan fogunk haladni, tartsátok az iramot. Azta, várjanak! Nehéz lesz megszerezni tőle a kozmoszkövet.
Az biztos, alig tudok lépést tartani vele. A hátán cipel egy ember, kizárt, hogy bírja a tempót. Valami baj van, Anzo? Már hallom a csatazajt. Na jó, tévedtem, bírta a tempót. Nem akarok nyávogni, de mennyi van még hátra az útból? Talán nem halljátok a zajt, a harcmező a bambuszerdőn túl van. Lépteket hallok. Vigyázzatok! Sír! A legendás drága követ követelem, Takeda mester nevében. Fa vagyok! Sem vagyok fa! Hattori jó harcos, de túl erőben vannak! Akkor turbózzuk fel a dolgokat! Jó ötlet! Kész vagy, Ász? Dino! Idézés! Számoljatok le velük! A ninjáknak éles fegyvereik vannak, ide páncél kell! Igen, jó meglátás! Elemerősítő! Dino-tektor aktív! Vigyázzatok! Mögöttünk! Itt az alkalom a menekülésre! Úgy van! Ékás! Erre! Gyorsan! Sír, erezd el a szörnyed! Az ő oldalukon van, és kiengedte a három deinonikuszát! Ász, vigyázz! Vigyázzatok a sógunra, majd én elbánok a bestiákkal! Jöjjön, erre, sógun! Köszönöm a segítséget. Ó, jaj, nem áll jól a helyzet. Takeda erői legyőzik a katonáimat. Ha a maga katonáit legyőzik, mi történik az apámmal? Shogun, a nyugati erőinket visszaszorítják. Jaj, ne. De ugye keleten jól mennek a dolgok? Lovas katonák áttörték a keleti arcvonalunkat, és egyenesen felénk tartanak. Jaj, rettenetes. Ha ez így megy tovább, végünk van. Egyáltalán mit keresek én itt? Jobb, ha eloldalgok, amíg morcosan bámulnak maguk elé. Hová igyekszik, Shogun? Kicsoda? Én? Csak ellenőrizni akartam a déli erőket. Hiszen délen nincsenek is katonáink, Shogun. Onnan nem fenyeget minket veszély. Annál inkább oda kell mennem, hogy fenntartsam a helyzetet. A kis hangyákba ért vívott csatáját bámulod? Ha? De azok nem hangyák, emberek. Átvitt értelemben mondtam, tökfej. Nem tudom megállapítani, miért harcolnak, vagy hogy ki győz. Hajrá, piros! Hajrá, fehér! Kit izgat? Mi a helyzet a kozmoszkővel és sírrel? Az egyik ember kereket oltott a kővel, ami pedig sírt illeti, neki egy ideje a nyomát se láttam. Valóban? Akkor az ott kicsoda, te agyalágyult? Na gyerünk! Hol szokott lenni, amikor zajlik egy csata? A parancsnoki sátorban, a frontfonal mögött. Szerinted ott lehet az apád? Remélem. Egy lépés se, Shogun. Én úgyis mindjárt összeesem a félelemtől. Semmi pánik, Shogun, majd én elintézem. Dino, idézés! Gyere elő, Parasaurolophus! Dino-tektor, aktív! Ninják! Támadó csillagzat!
Hagyd a ninjákat, Zoe! Nagyobb problémánk akadt! Jól mondod, kölyök! És a gond nem jár egyedül, igaz, Gabro? Biztos? Ezt hogy érted? Mi egyedül vagyunk! A dinókra gondoltam, lángész! Túl Jambosaurus! Vagy úgy! Ment a Ceratops! Merre fussunk sikoltozva? Most jöhet a spektrum páncél! Ezt ki sem tudod mondani! De igen, ki tudom! Mi is volt ezzel a futással? Megtámadtak minket a szörnyek! Csomp, segíts nekünk! Az! Gyere, Peri, siess! A bestia visszavonul. Intézzük el Hanzót. Zoe, menj a Shogunnal a parancsnoki sátorba és keresd meg az apádat. Megpróbáljuk feltartani a többieket. Legyetek óvatosak. Jöjjön velem! Az ellenség vonala mögé kerültünk. Ezek Takeda katonái. Át kell jutnunk rajtuk, anélkül, hogy észrevennének. A drágakő! Hanzónál van a drágakő. Ne hagyjátok megszökni! Mégis hogyan jutunk át rajtuk? Hé, te ott, katona! Miért nem mész előre? Repülő démonok közelednek, uram! Repülő démon? Olyan nem létezik! Hát jó, helyezbítek! Elő a nyilvesszőket, lelőni a démonokat! Úgy látom, a hangyácskák harcolnak ellenünk! Igen, akkor szerinted most mit tegyünk? Mégis mit? Eltapossuk őket, mint a bogarakat! Rajta a éles szabja! Jó van, nincs több menekülés. Ide a kozmoszkővel. Mi nem adunk oda neked semmit. Segíts rajtunk, Peris, kérlek! Úgy tűnik, máshol van szükség az éles szabjámra. Hát tessék! Zöld impulzus! Attól, hogy legyőzted a dínómat, még nem győztél le engem? Ha? Na jól van, akkor legyőztél! Sikerült! Menjünk, keressük meg apádat! Ez az! Zoe és a Shogun megmenekültek, Rex! Ha! Csak az a baj, hogy minen! Figyelj, te segítesz Hanzónak, én meg elbánok a pentaceratopszal! Vettem! Villám páncéltörő! Gyerünk, ász! Ninja támadás! Megvan! Minden rendben? Hol vagyok? Add vissza! Menjünk! Ne! Sír magával vitte a kozmoszkövet! Vissza kell szereznünk! Ne! Utás! Gyorsan! Shogun! A Takeda sereg megrohamoz minket! Shogun! Uram! Hová ment? Uram!
Hová megy, uram? Nem maradhatok itt, mert tömlöcbe zárnak. Különben is a történelem szerint Tokugawa elmenekült, így nekem is ezt kell tennem, de mielőtt indulnék, halld búcsú szavam. Uram, büdös a szája! Hérex, amikor azt mondtad, hogy fussunk, miért a katonák felé indultunk? A páncélosainkkal? Miért ne? Rád mosolyog a szerencse, emberek! A szörnyek halálra rémisztik Takeda seregét! Nekünk is halálra kellene rémülni! Miért néztek így, katonák? Mi az? Még sosem láttatok óriás szörny hátán lovagló embert? Ez a shogun Tokugawa! Tessék! Ti visszavonulót fújtatok egy maréknyi szörnyetek miatt! A hadseregem nem fél semmitől! Üzd el őket az erődjükbe és folytassátok a harcot! Különben lesz, mitől félnetek! Igen, uram! Takeda mester! A drága kő. Ez tehát a drága kő, amellyel uralni tudom a világot. A fejem. Az esés óta sajog. Kezdenek visszatérni az emlékek. Hogy ki vagyok. És mi dolgom itt. Megállni, ki maga? Shogun, hát ön az? Nem számítottunk magára. Hogy ment a harc a Mikatagaharán? Közeledik. Takeda serege közeledik. Nem hallottátok, mit mondott? Az ellenség serege erre tart. Azonnal zárjátok be a kaput. Igen, uram. Ne, hagyjátok nyitva. Hogyan? Ez volt Zuge Liang taktikája Kína három királyság korszakában. Tokugawa ugyanezt alkalmazta, miután elmenekült a Hamamatsu erődbe, és én is ott vagyok. Ez volt a történelemben, és most is ez lesz. Jól érzi magát? Persze, csak hogy amikor szakadatlan üldöz az ellenség, az embernek nincs ideje kitérőket tenni. Más szóval azonnal keresnem kell egy mosdót! Uram, atyám, meg kell szenvednie a munkájával. Ha? Gyorsabban, utolérnek! Állj! Érdekes, miért nem zárták be a kaput? Kiegészültek az erősítéssel, nem rúghatunk labdába! Mit áldogáltok ott? Nem látjátok, hogy itt áll Takeda serege? Csukjátok be azt a kaput! Ezt nem értem, uram! Egy perce még azt mondta, hogy hagyjam nyitva a kaput! Ugyan, miért mondtam volna? Ez rossz ötlet! Ó, talán a hasonmásom volt az, de mire gondolhat? Itt van az apám, de merre? Gyerünk, zárjátok már be azt a kaput! Ha lehet egy megjegyzésem, a nyitott kapu előtt meghőkölt az ellenség. Ha? Tokugawa biztos bolondnak néz. Azt hiszi, hogy csak úgy besétálunk a kapun. Nyilvánvalóan csapdát állított. Uram, üzenetet hoztam. Jól van, halljam. Valami történt Takedával. Ostoba! A kozmoszkövet nem szabad csupasz kézzel megfogni. Ezt mindenki tudja. Jól van? Uram! Hívjunk orvost! Azonnal visszavonulunk. Nézze, uram, elmennek. Szerencse, hogy a hasonmása nyitva hagyta a kaput. Így megmenekültünk végre. Lám, lám, Zoe. Köszönettel tartozom az apádnak. Úgy látom, bevált vakmerő taktikája. Halljam, hol van most? Hová tűnt az én hasonmásom? Nos, említett valami kitérőfélét, illetve azt hiszem, hogy mosdani akart. A mosdóban van. Üres, de úgy tűnik, járt itt. Ha? Levette a páncélját. Igen, és ahogy látom, kimászott az ablakon. Biztosan bemenekült az erdőbe. Gyertek, gyorsan keressük meg. Jó. Én segíthetek, ismerem az erdőt. Na végre, többé nem vagyok shogun. De mi lesz, ha az ősi Japánban ragadok? Ó, egy űrhajó. Ott van, már látom. Itt a baj, keverő. Ugye nem akarsz újra szembeszállni velem, sír? Nyugi, újra a régi vagyok. Helyes, meg kell találnunk a kozmoszkövet. Nem kell, én már megtaláltam. Mi? Várjanak meg, ne hagyjanak itt! Vigyenek el innen gyorsan, vissza a többiekhez! Ácsi, te meg hogy kerülsz ide? Nézzétek, ott van! A Dr. Drake! Hé, Max, te vagy az! Hé, engedjenek ki innen! Nem lehet, elpuskáztad a szabadságot! Mindenki jól van, Max! Dr. Drake, várjon! Üzenem Zoénak, hogy jól vagyok!
Mi történt? Apukám volt az! Ő volt, de a térkalózok megint elrabolták. Ne! Apuci! Kérte, hogy mondjam el neked, jól van. Éreztem a szeretetet a hangjában, és tudom, hogy ez azt jelenti, hogy egy napon újra együtt lehettek. Szerintetek most már kimehetünk? Ha a számon kívül bármimet megmozdítom, felébred. Vajon miért nem faltak fel bennünket vacsorára? Talán mert reggelire szántak minket. Magyar hangok. Szalai Csongor, Molnár Levente, Cető Zsanek, Kokas Piroska, Dévai Balázs, Szűcs Sándor, Galbenis Tomasz, Háger Imre, Kocsis Marian, Kökényesi Ági, Penke Bence, Szabó Zsejke. Magyar szöveg, Udvaros Melinda. Hangmérnök, Patkovics Péter. Gyártásvezető, Terbócs Nóra. Szinkronrendező, Tohi Erika. A szinkron a TV2 csoport megbízásából a Subway stúdióban készült. Produkciós vezető, Kicska László.